középiskolai feladatot ellátó köznevelési intézmények 9-12. Évfolyamain tantermen kívüli digitális rendben zajlik az oktatás. 71 iskolában van a mai napon rendkívüli szünet, ez az 1-8 évfolyamon tanító iskolák kevesebb, mint 3%-a. 431 helyszínen van tantermen kívüli digitális munkarend, ami az 1-8 évfolyamon tanító iskoláknak mintegy 16%-a, ezek közül azonban mindössze 43 esetben érintett a teljes intézmény. 314 óvodában kellett valamilyen intézkedést foganatosítanunk a mai napra, ez az óvodák mintegy 10%-a, döntő többségében egyébként egy-egy csoportról van szó, ez 178 óvodai csoportot jelent. A fertőzöttek aránya a 12. életévig terjedően az oktatási rendszerben továbbra is alacsony, mintegy 4%-a a napi esetszámoknak tartozik az érintett korosztályok körébe. Az eddigi iskolai és óvodai fertőzések tapasztalata az, hogy az esetek 51%-ában egy tanuló fertőződik meg, az esetek 95%-a esetén pedig 1-5 fő között marad a fertőzöttek száma. Hogyha pedagógusokat vizsgáljuk, akkor a körükben az esetek 63%-ában egyetlen kollégát azonosítunk, az esetek 97%-ában pedig körükben is 1-5 fő fertőződik meg. Ezek az eddigi tapasztalatok.